most jön az a rész, hogy felvágom a kenyerem. Kicsit tolt lett, mert az utolsó keresztést azt egy kör alakú edénybe csináltam. Viszont amiben sütöttem, az meg ilyen ovális volt, úgyhogy össze kellett nyomni, és összegyűrödött az alja, aminek nem örülök, de attól még büszke vagyok rá, mert saját erjesztési kovászos. A körmömet azt nem szabad nézni. Az borzalmas. A lehet kicsit sűrű lesz. Nem baj, elsőre. Tönkölyös. Kovászos. Mondjuk azt, hogy elsőre kiváló, és lehet, hogyha mondjuk nem 11-kor kezdem el gyúrni, mert ezt nem gyúrni kell, hanem így hozzávágod az asztalhoz, utána hajtogatod, még egyszer, és ez vagy egy óráig. És a lakótársam beteg, úgyhogy így... Na kicsit... Ura volt, úristen! Részeni kell. Na! Szóval... Jó ez! Lehet hagyhattam volna így hűlni, nem? Kurva jó. Itt nincs rendes kenyér, tehát itt vagy a Billában veszel kenyeret, a Lidl talán még a legjobb, de mióta itt vagyok, én nem vettem kenyeret. Vagy puffasztott rizset, vagy ilyen rizset. Töröm a magyartot. Ez a kovász, buborékos. Ez még csak